Az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága évek óta sokat tesz azért, hogy az alacsonyabb osztályú bajnokságokban mind a pályán kívül sportszerű körülmények uralkodjanak a mérkőzéseken. A bajnokság végén korábban is díjazták a legsportszerűbb csapatokat, mostantól viszont havonta vehetnek majd át elismeréseket a fair play szellemét leginkább szem előtt tartó együttesek. A megyei első osztály, a három másodosztályú csoport és az öt harmadosztályú csoport márciusi győzteseinek képviselői szerdán a megyei igazgatóságon kapták meg a díjakat. A versenybizottságunk összeállított egy olyan pontozási táblázatot, amiben különböző szabálytalanságokat, hibapontokkal büntetünk. Gondolunk ide a sárgalapok, piroslapokra, létszámhiányos kiállásra, el nem utazásra, meg nem jelenésre, rendezési hiányosságra, akár sportszakember bizonyos viselkedésére, ezzel kapcsolatos büntetéseknél mind-mind bizonyos hibapontokat érnek, attól függ ugye, hogy milyen súlyú ez a szankció, és természetesen minden hónapban az a csapat végez az élen, az lesz a legfelrebb, aki a legkevesebb hibapontot gyűjtötte össze. A megyei harmadosztály nyírség csoportjában az Éllovas Biri bizonyult március legsportszerűbb csapatának. Nagyon fontos, mert mérvadó, úgy ítélik meg a falut is, a csapatot is, meg igazából szerintem az én munkámat is, hogy milyen a csapatom, azt szerintem visszatükrözi az én személyiségemet is. Ebben a bajnokságban igazából pont hétvégén szenvedtük el az első vereségünket, de azt mondom, hogy megye háromba vagyunk, büszke vagyok rá, hogy ezekkel a fiúkkal dolgozhatok, mert heti kétszer, fizetés nélkül 12-13 fővel tudunk edzeni, és 15 fő se keretünk. A vezetőség, amit ígér, azt biztosítja, igaz, hogy nem ígérnek nagyot, de az megvan. Szóval ígéret van rá, hogy ifi csapatunk az készen áll, és akkor szeretnénk vállalni a megyei másodosztályt ezzel a kerettel, egy-két játékossal kiegészülve. A megyei első osztályban a Rakamaz, a másodosztályban a Tiszadob, az Áhony és a Tarpa, a harmadosztályban a Biri mellett a Nyírtelek, a Tunyogmatolcs, az Aranyosapáti és a Hermánszeg bizonyult a legjobbnak az első alkalommal kiírt sportszerűségi versenyben.